színházak, na azok meg aztán csak a hangulatot keltik, provokálnak. Szép napot! Lendvai Zsóka vagyok, az Aku Egyesület munkatársa. Önök a Kultúrbrigád és az Átrium igenis miniszterelnök úr című komédiájának előnarrációját hallják. A következő pár percben megismerhetik az előadás szereplőit, alkotóit és a darab fontosabb vizuális elemeit. Tartsanak velem, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentes előadáson. A színház hivatalos ajánlója. A gazdasági és kormányzati válság tetőpontján az angol miniszterelnök azzal szembesül, hogy egy keleti ország külügyminisztere erkölcsileg megkérdőjelezhető és hatalmas diplomáciai botrányjal veszélyeztető, ám gordiuszi megoldást kínál Európa problémáira. Milyen áldozatot lehet hozni a XXI. században a politika és közgazdaság oltárán a fenekedő bulvárlapok szenzációra éhes újságíróinak gyűrűjében? Mi történik, ha a kormány unortodox megoldásokhoz folyamodik? Hogyan rontja a helyzetet a Globális felmelegedés. Na, és mi lesz a brexit -tel? Anthony J. és Donatellin politikai komédiája, amelynek az eredetét jelentő tévésorozat a BBC műsorán aratott világsikert, a hatalom sajátos kulisszái mögé enged betekintést. Az előadás a 2015. évi Szegedi Teáterfesztivál közönségdíjas előadása. A darabról. Az Igenis Miniszter úr eredeti címén Yes Miniszter, egy brit szatirikus televíziós vígjáték sorozat, szituációs komédia, amely 1980-tól 1988-ig öt évadot élt meg. A színdarab a BBC világsikerű tévésorozata alapján készült, amelynek szerzői 2010-ben készítették el a színpadi változatot. A sorozat és a színpadi változat is Anthony J és Donatellin tollából született meg. Az 1980 és 1984 között televízió és rádión is sugárzott, igenis miniszter úr, majd a folytatása kép 1986 és 1988 között rendszeresen műsorra tűzött, igenis miniszterelnök úr összesen 38 epizóddal szórakoztatta a brit lakosságot, és a britek könnyedségére jellemzően Margaret Thatcher is kedvenc tévéműsorának vallotta azt. A sorozat egyébként a politikai manipulációk világába enged be pillantást. A történet egy Whitehalli kormányhivatal irodában, illetve a folytatásban a Downing Street 10 alatt, vagyis a miniszterelnöki rezidenciáját játszódik, ahol Jim Hacker miniszteri küzdelmei rendre államtitkára Sir Humphrey Appleby ellenállásába ütköznek. Személyi titkára Bernard Woolley általában kettejük között foglal állást, bár Humphrey komoly hatást gyakorol rá. Majdnem minden televíziós epizód az igenis miniszter frázissal ér véget, amely általában Humphrey szájából hangzik el, amint ízlelgeti győzelmét felettese fölött, vagy éppen elismeri a vereséget. A darab az átriumban. 2018. február 22-én századik előadásához érkezett az előadás az Átrium Színházban. A magyar változat némileg alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz, legutóbb 2016-ban változott nagyobb mértékben, legutóbb a Brexit hatására. Jó néhány mondat kikerült innen-onnan, és újra kellett tanulni a szöveget. Eredetileg arról van szó a darabban, hogy Anglia majdnem belesodródik abba, hogy csatlakozzon az euróövezethez. Kezdetben volt némi vitánk arról, hogy fontos-e az előadás szempontjából, hogy napra készek legyünk. De azzal, hogy átírták, már nem érhet minket olyan vált, hogy nem reagálunk. Az új változat szerint a mai elképzelt Angliában vagyunk, ahol már napirenden van az ország Európai Unióból való kilépése mondja a miniszterelnököt Jim Hackert alakító Hevér Gábor, hozzátéve, hogy korábban sem ő, sem a kabinetfőnök főnök Sir Humphrey Applebyte játszó Alföldi Robert nem játszott hasonló műfajú előadásban. Színlap, szereposztás. James Hacker, miniszterelnök, Hevér Gábor. Sir Humphrey Appleby, kabinett főnök, Alföldi Robert. Bernard Woolley, a személyi titkár, Fica István, Szatori Dávid. Claire Sutton, politikai tanácsadó, Partinóra, Kumranisztán nagykövete, Némedi Árpád, Marton Robert. Alkotók, magyar szöveg, Faragó Zsuzsa és Ugrai István, zene, Zságer Varga Ákos és Némedi Árpád, látványtervező, Dávid Márk, valamint Lakatos Péter, segédrendező, Nyulassi Attila, rendező, Znamenák István. Az előadás hossza 150 perc egy szünettel, a darab audionarrációját Petes Ágnes írta. Díszlet és látvány. A darab végig egy térben a miniszterelnök lakosztályában játszódik. A fekete-fehér geometrikus mintákkal borított hátsó fal közepén kétszárnyú ajtóképe vehető ki, mely félre osztja a teret. Az ajtótól kisé balra egy kanapé, karfás fotel és dohányzóasztal, jobbra pedig az elnöki íróasztal áll. Az ajtó mellett közvetlenül jobbra egy plusz szék található. A szoba hátsó sarkaiban színes kötetekkel megrakva egy-egy könyves polcvirít. A baloldali falon egy dárctábla, valamint két kép. A nagyobbról Churchill néz le ránk szigorúan. A jobb oldalon az íróasztal mögött Margaret Thatcher és Európa térképe függ. A magasból elegáns, többkarú csillár lóg alá. A szereplők bemutatása. James Hacker, miniszterelnök, Hevér Gábor. Egyszerű, hétköznapi fizimiskájú, rövidhajú, középmagas, fiatalos férfi. Első megjelenésekor újatlan zsebes, sportfelsőt, suhogós mackónadrágot, fej és csuklópántot, valamint edzőcipőt visel. Sir Humphrey Appleby kabinetfőnök, Alföldi Robert. A miniszterelnöknél magasabb, őszhajú, elegáns, sötét öltönyt és nyakkendőt, valamint fényes fekete bőrcibőt viselő, decens férfi, egy klasszikus lord. Bernard Wooley a személyi titkár, váltott szereposztásban Fica István és Szatori Dávid. Fiatal, jól fésült, sötét szürke öltönyt viselő fiú. Claire Sutton, politikai tanácsadó, partinóra. Csinos, fiatal, sötét hajú nő. Pompás, alakjához simuló öltözékei eleganciát és tartást sugároznak. Claire első megjelenésekor világos, ezüstös színű kosztümöt visel, a hozzápasszoló kis női táskával. Kumranisztán nagykövete, váltott szereposztásban Némedi Árpád és Marton Róbert. Köpcösebb, szinte teljesen kopasz, idősebb férfi. Halántékán körbenémi haj látható, fejbúbjáról azonban már kikopott a haj. A nagykövet szíre lépésekor aranyszínű, fényes pizsamát, rajta aranylilás színű köntöst visel. Lába csupasz. Az audio narrációról az előadás alatt a narrációt látássérült vendégeink egy készülék segítségével fülhallgatón keresztül követhetik. A narrációhoz szükséges eszközök limitált számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük részvételi szándékát minél előbb jelezze az akadálymentes e-mail címen, vagy a plusz 3630 813 4534-es telefonszámon. Köszönjük a figyelmet, szeretettel várjuk Önt és barátait a Kultúrbrigád és az Átrium Igenis Miniszterelnök úr című akadálymentes előadásán.